Mai vendégem sokaknak ismerős lehet, hiszen több tévéműsorban is szerepelt, illetve rapperként is megmutatta magát. Jó ideje azonban eltűnt a nyilvánosság elől, aminek szomorú oka van, a drog hátráltatta. Élt Amerikában is, ott börtönbe zárták, de egy pontosan mi történt, azt mondja el ő maga. Itt van velem Mandula Ádám, engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente klubja, azonnal kezdünk. Szia Ádám, üdv a klubban. Szia Levente, üdv. Ezer éve nem találkoztunk egymással. Így van, mi ja, hogy vagy? Jó vagyok, köszönöm szépen, és te. Én nagyon Mert nagyon vagy vagyok az, vagyok az elmúlt időszakból lehetett hallani elég cifra dolgokat vált kapcsolatban, és lehetett olvasni elég érdekes uh -huh. dolgokat vált kapcsolatban. Jó, hogy ezt így feltetted a kérdést, már tudtam csatlakozni, látod? Igen, igen, igen. Ügyes vagy. <laughs> Kösz. Ügyes vagy, Levi. Okos kutya, mi? Hát azért nem, de okos. Okos, Levi. Hát figyelj, köszönöm szépen még egyszer a kérdéset. Voltak, voltak hullámvölgyek az elmúlt időben, de most, most kezdem így igazán azt érezni, hogy tényleg így a, a jó úton vagyok. Uh -huh. Figyelj, ugye, amit veled kapcsolatban lehetett látni az elmúlt időszakban, és amivel tele van Reddit, az az, hogy te konkrétan megőrültél az elmúlt időszakban. De milyen Reddit? Mi ez a Reddit amúgy? mert már több embertől is hallom vissza ezt a Redditet, ez annyira egy ilyen nézett oldal most, vagy olyan sokan? Nézik ezt a Reddit-et, mert én még le vagyok maradva a Blicknél, meg a Borsnál. <laughs> a ja, Reddit egy ilyen uh, fórum oldal, ahol uh -huh. a, ugye a felhasználók és a, a különböző témákra hajlandóságot mutató emberek, és most direkt nem mondtam plegykákat, mert a plegyka csak egy része a Redditnek, nem ö, elsősorban erről szól. Ők tudnak egymással megosztani különböző híreket, kacsákat, plegykákat, illetve fel tudnak dobni olyan témákat különböző subokban, sub, alfórumokban, altopikokban, amikről ők ö, kikérik egymás véleményét. És rólad a te social media jelenlétettel kapcsolatban nagyon sok ö, ö, bejegyzés született, kezdve a, a, azt hiszem, hogy baltával akartad a barátnődet megcsapkodni megcsapkodnitól. Micsoda, ilyen is volt rajta? Hát, vagy kalapácsa, mit akartál csinálni? Volt én nem ilyet soha csinálni. Nem, hogy volt egy ilyen, ilyen botrány, most keressem ki az internetről. De az nem, az max az, de hogy is, én a barátnődet sose akartam baltával bántani, tehát ilyen nem volt. Az. Akkor az, az mi volt az, 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 a, csak az max a valami, dolog, az az Instagram az, sztori őrület, amit te akkor hát, hát megmondom őszintén, hogy pontosan arra már nem emlékszem arra az időre, de fú, mi volt? fú, nem tudom, tényleg nem tudom már visszaidézni. Tehát ez már annyira régen volt, meg már annyira a múlt, annyi minden történt azóta, hogy tényleg nem. Meg most már mondom, teljesen pozitívan szemlélem a dolgokat. és értem, csak, az az elakarokod... negatív dolgokat is szeretném felejteni. El akarok majd jutni, hogy ezek után hogyan szemlélt pozitívan a dolgokat, de ezeket nem lehet elfelejteni, Ádám. Persze, hát, ezek elfelejtetetlen dolgok, de az egy kicsit azért az, az nem új volt, ahogy ahogy volt. Tehát ott azért én a barátom, egy sose akartam bántani. Igen, csak ilyeneket ilyen posztolgatták ki, -e, meg ilyen, ilyen Jó, hát voltak. Vannak ilyen, voltak ilyen hülyeségeim, az biztos, de most már nem lesz ilyen, azt tudjuk. Uh -huh. Ezek miért voltak annak idején? Tehát, hogy a, amiért neked most már egy, egy rossz megítélése? Én megmondom őszintén, hogy abban az időben nagyon rossz lelki állapotban voltam. Nagyon, csak úgy, csak úgy történtek velem így sorra-sorra a rosszak és a rosszak. És én meg egy gyenge idióta voltam, és a, hát miben menekültem? Az alkoholba, volt időszak, amikor a gyógyszerekbe, és ez, ez nagyon rossz hatást váltott ki belőlem. És és viszont visszakaptam a jogosítványomat öt év után végre, elkezdtem dolgozni. Most Miért vették el? Ittas vezetésért vették el a jogosítványomat a Petőfi hídon, és még emlékszem, hogy be is vittek, egész éjszakában voltam. Ugye, sose felejtem azt az éjszakát, az egy erős éjszakám volt, és most végre visszaszereztem a jogosítványomat, van újra jogsim, végre vezethetek, egy olyan munkát csinálok, amit szeretettel csinálok, mert nap mint nap jobbnál jobb, jobb emberekkel találkozok, Úgyhogy tényleg most már kezdem így azt érezni, hogy kezdem megtalálni az utamat. Jó. Mi volt az az ok, amiért te azt gondoltad, hogy beülhetsz ittasan a volám mögé a Petőfi hídon áthajtva? Tehát hogy jutottál te el oda, hogy azt gondoltad, hogy te ezt megteheted? Hát ez egy hülye ötlet volt. Egy nagyon jó barátommal épp egy videóklipp után voltunk egy, egy kis kocsmába, ünnepeltünk, és úgy gondoltam, hogy három sor után jött hazaviszem. Hát nem kellett volna. Tehát, de hát, figyelj, ez annyi, olyan hosszú procedúra volt ez az öt év, annyi munkámba telt, meg annyi időmbe, hogy azért ebből tanultam. Ő csak Tehát. azt nem mondta, hogy ez volt az első alkalom, amikor itt sem vezettél? Nem, nem ez volt az első alkalom, sőt, már nagyon rám járt a rúd, mert nem véletlen, hogy elkaptak, mert elég gyakor, gyakori szinten csináltam abba az időbe, ugye ez akkor történt, mikor a gyerekem édesanyjával szakítottunk. Mm -hmm oda akarok kiukadni, és arra akarok lávezetni, hogy mi történt veled, ugye te nagyon fiatal korodon belecsöppentél a médiába, egy valóságsóban szerepeltél, hány éves voltál te akkor? Igen, így van, én nagyon fiatalon belecsöppentem ebbe a médiába, és hát nem is tudom, hány éves lettem, lehet, hogy voltam már 21 is. És nagyon hirtelen jött a sikert, tudod? Talán és egy olyan műsorba csöppentél bele, ami ugye bulizásról szólt elsősorban, tehát ugye az volt az első olyan Jersey Shore típusú valóságsó Magyarországon, ahol fiatalok alulöltözve a ledérkedése talán rá is beszélve a készítők által szerepeltetek, És hát ez elég népszerűvé is vált viszonylag hamar ez a, ez a projekt, és ti celebek kiváltatok a, a, az akkori fiatalok szemében. Hogy ez téged mennyire változtatott meg, ez a hirtelen jött hírnév, ez a fajta ilyen, bocs, hogy ezt mondom, de hogy teljesítmény nélküli hírnév. Hát én megmondom neked őszintén, hogy engem nagyon megváltoztatott. Tehát eleinte nem, de aztán utána elkezdtem, átmentem, mindenen keresztül mentem, tehát én szorongtam is nem mertem utcára menni, valamikor rossz volt az számomra, hogy mindenhol mindenki megismer, mindenki oda jön hozzám, mindenki fotózkodik fel. Ez téged zavart? Engem egy, volt, volt egy időszak, mikor nagyon élveztem, nagyon jó érzés volt, csak tudod, ezek ilyen hirtelen jött dolgok voltak, amiket még akkor én annyira nem tudtam befogadni, tudod? Mert akkor még, még, így nem láttam rá annyira a dolgokra, mint például most. Tehát Fura volt, fura volt ez az időszak nagyon. És lehet, hogy ezért is, sőt nem lehet, hanem biztos, hogy ezért is volt az, hogy inkább a, a könnyebb utat választottam, hogy inkább a, a kábítószerbe menekültem, az alkoholba, és, és így dolgoztam fel azokat a kudarcokat, amiket akkor megéltem. Az, hogy te egyébként egy viszonylag jó kiállású fiú vagy, tehát hogy van egy jó testfelépítésed, edzettél, és abban az időben helyes arcod van, ez mennyire befolyásolt téged abban, hogy a, hogy a hírnév hogyan fordít ki magadból? Tehát, hogy a külsőt szerinted hozzájárult ahhoz, a... Az, hogy megkaptál nagyon sok lányt, akit meg akartál kapni, tehát, hogy, hogy nem tudom mennyien mondtak neked akkor az időben nemet, azok közül, akiket kiszemeltél magadnak. Tulajdonképpen még abban a műsorban is uh, volt uh, szex jelenet, amit ugye uh, te ott összehoztál a, a takaró alatt. Tehát, hogy a külsőd mennyire befolyásol? A az? takaró alatt. Ez nem alatt, nem alatt volt? Nem, hogy a takaró alatt. Nem használtuk a takarót. De az a másik nem műsorban volt, itt. volt Nem. Ö... Tehát az aranypartban ja, igen, nem volt szexi szerintem Igen, igazad van, tényleg. törölköző volt ráakasztva és ilyesmi igen, volt. Az aranypartban ott, ott még volt takaró. <laughs> most arra akarok kiukadni, és azért most rád nézek, és az arcadon tetoválás van, több tetoválás van az arcadon, és ez az én jelzésem szerint egy kicsit olyan, mintha te a külső adottságidat szeretnéd valahogy így, vagy abban szeretnél éket verni, tehát kvázi csúnyítani magadon. Nem is az, hogy csúnyítani szeretnék magamon, hanem nekem ez a tetoválás dolog, ez inkább olyan, mint mondjuk a Harry Potternek a láthatatlan köpenye. Tehát, hogy mondjuk én megmondom most már így, hogy így utólag így azért nézegettem sokat magamat a tük tükörbe. Így ezek a tetovások tényleg nem kellenének ide. Tehát most már így erősen elgondolkoztam azon, hogy a napokba elmegyek és elkezdem ezt a lézeres kezeltetést. De el lehet tüntetni az arcról is teljesen? Persze el lehet tüntetni, és úgy tudom, hogy egy hat alkalom után már teljesen eltűnik. De ezeket teljesen józan módon, tehát állapotban csináltad magadra? Ezeket a. Nem, nem nem, nem mondanám, hogy teljesen józan állapotban csináltam ezeket magammal. Ezeket Amerikába csináltam, amik az arcomon vannak, és azért Amerikába, amikor én. Én, én, kimentem. Akkor én akkor azt azért tudjuk, hogy én akkor nagyon rossz állapotban voltam lelkileg. Viszont hát igen, és ott, ott az elég sok hülyeséget csináltam. Tehát, De értem. Amerikába te kimenekültél konkrétan? Nekem mindig is egy nagy vágyam volt az, hogy, hogy meg szeretném nézni, milyen Amerika. Az a nagy Amerika, amiről beszélnek. És ő ő ő... ez egy három hónapos trip is lehetett volna, és te kimaradtál tovább. Hát igen, annak is indult egy három hónapos tripnek, meg is vettem a visszajegyet is mm. két és fél hónapra rá. Csak aztán utána így úgy alakult, hogy összejöttem kint egy nagyon jól kerestem, és, és, úgy voltam vele, hogy akkor, akkor összeházasodunk, és akkor meg lesznek a papírjaim, és akkor majd idővel majd a kisfiam is ki, 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 ki tudja jönni utána, illetve az anyukája is. Csak aztán nem így alakult. Kicsit még térjünk az időbe oda a valóságsó időszakhoz. Szóval ugye az aranypart után te szerepeltél egy másik valóságsóban, az édenhotelben. Hotelben. Ugye? Igen, az, az, az volt, az, az, volt az, az a műsor, amit, amit megbántam. Tehát amiben oh, szívem szerint nem szerepelnék. De az, az akkori párodal mentél. Ég. Igen, pontosan ezért. Mert? Mert nem volt így jó, nem volt jó az összhang. Nem, Én még egyszer nem vállalnék be így egy műsort, hogy oda a párommal megyek el. Mindenki, mert nem, nem, nem. Egyszerűen úgy jó egy ilyen műsort csinálni, hogyha egyedül vagy egyedül mész be. Vagy hogyha tényleg egy olyan pár van melletted, aki már, aki már, már, megéltetek sok-sok évet, és, és tényleg azért úgy ismeritek egymást. Uh -huh. Ott viszont volt több olyan alkalom, amikor ti uh, hát szexeltetek a pároddal a műsorban a felvételen. Ez ösztönből jövő dolog volt, vagy pedig uh, hatással voltak, uh, voltak rátok a szerkesztők, hogy ezt tegyétek meg? Uh, hatással is voltak rák a szerkesztők hatással is voltak ránk, de ezt önállóan tettük, tehát ez, a szexi a jelenetek azok, azok így ösztönből jöttek. Uh -huh. Netflixnek egyébként? Nem bántam meg, nem bántam meg, mert ez egy, egy ilyen fiatalkori vicces sztorinak gondolom. Tehát, hogyha így így visszagondolok rá, akkor meg, meg, figyelj, meg az emberektől is a, a visszajelzés az az, hogy mekkora forma voltam, de szerettek, így imádtak, úgy imádtak. És ez most így azóta tudatosul bennem újra, amióta ugye elkezdtem a dolgozni, hogy azért rengeteg emberrel találkozok, és és, és tényleg az van, hogy még minden ugyanúgy megismernek, és ugyanúgy szeretnek, és az emberek imádnak, és, és én, meg nagyon, én meg nagyon empatikus vagyok, és én, és én tényleg mindenkivel úgy megtalálom a közös hangot, és, és tök jókat beszélgetek velük, mindenki közös fotó, tehát itt tök jó el fogunk kités jutni, Ádám, hogy magadat tudod majd hát, piedesztár emelni, de hogy ez az időszak ez nem arról sok. szól. Sok, hát, igen, ez most az, az, időszak nem arról szól, hogy akkor most ezeket, e, ezeket mondd el. Azért is nem, mert hogy el kell jutni, hogy te ezt a felismerést e, a felismerésre rádöbbenj, amiben éppen most vagy, hogy változtass az életeden. És amit, e, amit ez meg kell tenni, és ebben a beszélgetésben szerintem jó, hogyha megteszünk, hogy végigmegyünk azon, hogy te hogy jutottál idáig, hogy ezt a felismerést hát, megtedd. Hát ez, 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 egy nagyon hosszú és rögös út volt, az biztos. Ugye volt egy együttesed, a Golden Coast, amiben ugye az Aranypartban megismert haveroddal, Levivel Levi egy duót alakítottatok. Az miért nem folytatódott az az együttes? Mert ott volt egy-két olyan dolog, ami slágerré vált abban az időben. Igen, igen, akkoriban azok a daloknak a nagy része a slágerré vált, aminek fú, de brutál, durván örültünk. Ö, azért nem tudtuk folytatni tovább ezt az egész dolgot, mert ugye a Levi nem, nem akkor abban az időben ő nem ezt a zenei karriert élte, hanem ő mindig arra vágyott, hogy focista legyen. És ő, akkor, amikor, mi a, a Golden Coast a legjobban dübörgött, amikor rengeteg fellépésünk volt, rengeteg megkeresésünk, akkor a Levi úgy döntött, hogy ő inkább ezt hagyja, és ő kimegy Németországba focizni. Uh -huh. És ő kiment Németországba focizni, és én meg ugye Hát nekem ez az álmom volt, én ezt imádtam, szerettem csinálni, nekem mindig is a zene volt a mindenem. Én azért is mentem ebbe a műsorba, hogy, hogy én már tudatosan mentem ebbe a műsorba azért, hogy tudom, hogy így nagyobb ismerettségre fogok szertenni, és így jobban el tudom majd adni a dalaimat. Tehát több emberhez el tudom majd juttatni. Tehát nekem ez volt a tervem. Úgyhogy én ezt semmiféleképpen nem szerettem volna abba hagyni, és én, én utána még rengeteg fellépés váltam. egyedül. Például volt olyan, hogy engem Ukrajnába vittek ki, hogy egy éjszaka kettő diszkóba is lépjek fel, sőt, utána még a tulaj harmadik diszkót is megnyitotta nekem, a vele kettesbe nyomtam a színpadon, és a dalainkat énekeltük. És nekem például odafele úton kellett megtanuljam mondjuk a Levinek a szövegeit, a szöveg Mert azért én nem, nem tudtam le fejből. egyébként egy másik emberre őt. Mert figyelj el, hogy egyedül is elő tudtam adni a sort, a műsort, tehát tök jól el voltam amúgy. Hát jó, csak úgy látszik, hogy egyedül azért nem ment annyira, hogy ez fennmaradjon. nem, figyel, megmondom szinten. neked őszintén, hogy utána, bocsánat, hogy közbe vágtam, hogy belevágtam a szóval, ne arra úgy még Én egyszer. Én is belefogok a benyugi. Nyugi. Te csak nyugodtan, te meg bármit tehetsz. Szóval, hogy egyedül nem tűnt úgy, hogy uh, tudtad volna hozni azt az ismertséget, amit egyébként a duóval tudtatok hozni. Vagy ezt azokat a sikereket. Dehogy nem, dehogy nem. Azt még maga... nagyobb sikereket is tudtam hozni. Emlékszem, én azt se egyedül hoztam, mert azt is mondjuk a fenszivel hoztam. Tehát például ott volt a Hibákkal is Hibátlan című dalom, amit ugye akkor is bekattantam. Tehát ugye a meláni szerepelt ugye a videóklippbe, szakítottunk, ki voltam, nem bírtam nézni a Youtube-on, és 1.600.000-es nézettségnél letöröltem. Hmm. És ezt, ez meg is bántam, tehát én írtam azért egy pár levelet a Youtube-nak, hogy ezt nem le, lehet valahogy visszacsinálni, de hát nem, nem sikerült, úgyhogy ennek annyi. Úgyhogy én ilyen dolgot csináltam abban az időben, és nem ez volt az egyetlen videóklip, amit letöröltem. Tehát volt még ezen kívül egy két-három azért nagyobb költségvetésű videóklip, amit, amit én csak úgy egy gomnyomással így fogtam és így eltüntettem. Ezeknek a hirtelen jött döntéseknek mi volt átterében, mert az, az ember oké, okay, bepiál, drogoztál, ezt, tehát hogy szerintem ezt kimondhatjuk, nem? Persze, hogy nem mondhatnánk. A drog mennyire befolyásolta a döntéseidet? Fú, hát nagyon, nagyon sok mindenbe befolyásolta a döntéseimet, tehát viszont akkor annyira rossz lelki állapotban voltam, még annyira gyenge voltam, annyira nem tudtam még ezeket a dolgokat úgymond befogadni, hogy, hogy, így alakultak. Hát ilyen hülyeségeket csináltam. Rosszabbnál rosszabb. De miket nem tudtál befogadni? Hát ezeket a, ezeket, a, a dolgot, amik történtek velem, tudod? Mert akkor még annyira gyenge voltam lelkileg. Nagyon, nagyon sok rossz dolog történt velem. Nagyon sok De közeli mire? hozzátartozómat vesztettem el. Ja, értem, hogy az. Értem, idővel, hogy az, a, az a, azt, azt, azt hittem, hogy a, a, né a népszerűségről beszélsz. Hogy, Nem, között, hogy Te készültél valamire, és végül is meg is kaptad, amit te szerettél volna elérni. Igen, Azért a... hogy akkor ez most téged miért befolyásol, miért, miért, kezdett el erodálni. Ne, a népszerűséget azt már teljesen megszoktam. Tehát az, az, az már tök jó kezelem, sőt egyre jobban kezelem. Csak hát nem, nem, gyenge voltam nagyon. Most, 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 érzem azt, hogy, hogy most, most kezdek megerősödni. Te hogy próbáltál akkor a nyúlni, meg a piához nyúlni, hogy akkor majd onnan valamiféle békét lesz? Hát igen, akkor leginkább akkor az alkoholba menekültem, és most, most már például most, meg hogyha valami rossz történik velem, mert vagyok annyira erős, hogy Mondjuk például most a munkába menekülök, érted? Most egy egész éjszakát végig dolgozok, és új emberekkel ismerkedek meg, és pozitívan állok hozzá a dolgokhoz, akkor nem így volt. Tehát akkor, akkor lementem a, a mélybe. Drogó, miket, csinál, miket használtál? Mindent? Hát figyelj, volt egy időszak, amikor a kokain, az nagyon sokszor előfordult nálam. Volt egy olyan időszak, amikor a alkohol, a gyógyszert Szeptember, de ez egy nagyon rövid távú időszak volt, ez azt hiszem egy hónapig tartatott, azt hiszem a második karantén idején. Meg volt egy olyan időszakom is, amikor csak ittam. Volt egy olyan időszakom is, amikor spideztem, de szépen lassan le tudtam tenni mindegyiket. Most úgy tűnik nekem, ahogy a, az élet történetedet nézzük így lépésre a lépésre, hogy akkor nagyon fiatalon belcsöppentél aranypart, utána jött ugye a Golden Coast, ezt követően valamiért bevállaltad az Eden Hotelt a barátnőddel. Igen, azt nem kellett volna bevállalni. A döntés ez miért, miért, történt? Mert az, hogy egy rétiben kezdesz el szerepelni az aranypartban, ez tök oké, okay valaki ki kellett tűnni a, tömegből. Igen. Az Eden Hotel az miért jött? Az Eden Hotel az azért jött, mert ott, ott is egy idióta voltam, és nem magamat raktam az első térbe, nem magamat helyeztem előtérbe. És én ott azt szerettem volna, hogy amit a barátom szeretett volna. Tehát én őt akartam boldoggá azzal, mert ő, azzal volt boldog, hogy én elmegyek vele a műsorba, mivel az volt a kritérium. De ezt nem gondoltam, hogy akkor ő azért volt, tehát, azzal volt boldog, tulajdonképpen így, hogy ő szexelhet egy TV műsorban, ami aztán kikerül, és azóta is terjeng az interneten a ti hát figyelj, figyelj, ott akkor ezt örömmel tette. Tehát neki akkor egy rossz szava nem volt ez ellen. Tehát, és mi, miután szexeltünk, ugyanúgy szexeltünk másnap is. Mm. Sőt, 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 rengeteg szexrénetet azért lezavartunk mi ott. Uh -huh. És ő ezt akkor így imádta, tehát ő neki semmi problémája nem volt ezzel. Uh -huh. Most már persze így később utólag biztos vagyok benne, hogy megbánta, meg másképp néz ezekre a dolgokra, ami van, két gyönyörű, szép gyermeke is. És valószínűleg most már így rájuk is tekintettel van, sőt biztos. Tehát azért persze, azért mondom, hogy ezt tudjuk be inkább egy, egy fiatalkori. Jó vicces emléknek aztán kész. Én szerintem így a legjobb, hogyha így fogjuk fel. De miért bánod a műsort? Tehát, hogy a, ami utána jött, az hatott rád, vagy tehát, hogy a műsort okolod te valamiért? Erre akarok kiukadni. Nem akarom ezt így beléd beszélni, mert akár mondhatod azt is, hogy nem. Csak valamiért úgy tűnik, hogy ez a műsor neked egy zátony volt. Az volt, igen. Nem tudom, nem, nem tudom, hogy miért gondolom így, miért gondolom. De, de, de azért, mert ugye az aranyparttal kezdtem, és utána én csak a zenéléssel akartam amúgy foglalkozni. De hát ő szerelmes voltam, elvakított a szerelem, a kisasszony rávett, hogy menjek a műsorba szerepelni, mert mondom még egyszer, hogy az volt a kritérium, tehát a szerkesztők azt mondták a, a -nak, hogy Melanie, akkor a Melanie-nak, hogy Melani, akkor szerepelhetsz a műsorba, hogyha a pároddal az Ádámmal együtt jössz, és ketten együtt vállaljátok el. Vagy el, el akart menni az arany az ő ő hogy... amely egy társkereső műsor igen, igen, igen szerepel, úgyhogy neked van, neki volt, te. Uh -huh, igen. És akkor te ezt bevállaltad nagy önfeláldozásárán. Igen? igen, én feláldoztam magam a te véget. <laughs> de és miért bántad meg? Tehát, hogy mi volt az oka, amit, amit meg, vagy mi az oka, amit megbántál? nem is az, hogy megbántam, mert ez is egy nagyon nagy lecke volt nekem, nagy tanuló pénz, tehát ebből is rengeteget tanultam. De, de hogyha visszacsinálhatnám, ezt nem biztos, hogy még egyszer megtenném. Mert nekünk például ezután a kapcsolatunk az így, az így zátony, zátony. lett tehát. De még mindig nem értem azt, hogy miért mondod azt, hogy ezt a műsort nem kellett volna elvállalni. Valamit itt elhallgat szerintem, vagy valami, valamit nem mondasz el ezzel a kapcsolatban, és nem tudom, hogy masszírozzam-e még ki belőled, vagy pedig hagyjam ezt elveszni. Csak annyira mondok hogy ezt nem kellett volna, ez hiba volt, ez probléma volt, mint hogyha ez egy része lett volna vagy a műsor, vagy az ott tapasztaltak, vagy az, amit a műsorban való szereplés belőled kihozott, része lett volna a te kvázi lecsúszásodban. Mert hogy így a, a, az érzelmi mentális lecsúszásodban. Részese volt, nagyon részese volt, még pedig azért is, mert ugye abban az időben teljesen másképp gondoltam, akkor egy jó ötletnek tűnt, meg akkor másképp is éltem át ezt az egészet, sokkal fiatalabb voltam. De ugye miután elmentünk ebbe a műsorba, nekünk a kapcsolatunk, így úgymond széthullott, szétesett a kapcsolatunk, és én a balányba akkoriban nagyon szerelmes voltam, és engem ez nagyon-nagyon megviselt, mikor, mikor elköltözött tőlem. Mi együtt éltünk bent a belvárosban, és ő hát, elköltözött tőlem, és akkor én nagyon-nagyon rosszul lettem. Tehát, és utána volt az a pillanat is, hogy, hogy utána meg elvesztettem a keresztapámat. Ez kb. Egy, egy időben történt ez a dolog, és akkor akkor, akkor kezdtem el nagyon lecsúszni a lejtőn, és akkor jött az, hogy utána megismertem a gyerekem anyját, a Az Őt pedig úgy ismertem meg, hogy a Mis elhívott egy ő album fotózására, és akkor ott be volt a modell. És ott megismerkedtem vele, összejöttünk, és akkor úgy ő, ő, úgymond úgy ő volt az én mencsváram. Tehát ő volt az, aki akkor segített nekem ebből kijönni ebből, a, ebből a, ezekből a nagyon rossz pillanatokból, amiket akkor éltem át. Miért kell, hogy neked mindig legyen nő az életedben? Nem kell, nem kell, most már egyáltalán nem kell, tehát most már megtanultam egyedül fölállni, sőt, így, így sokkal jobban megy. Mert így tényleg... Ezért csodálkozom, tényleg az van, hogy azt látom a te életutatban, hogy neked mindig volt barátnőd, az egyik kapcsolatban a másik bugrottál bele. Így van. És nem volt egyedül egyáltalán. Így van, igen. És most már rájöttem arra, hogy, hogy egy ember akkor tud igazán boldog lenni valakivel, hogyha ő már önmagával is boldog. Úgyhogy mindenféleképpen most ezt a fejlődést ezt nekem egyedül kell elérnem, és, és úgy érzem, hogy ez most így jó. Oké, okay, hogy néha azért, sőt nem csak néha, azért rengeteg olyan pillanat van, mikor ugye egyedül vagyok és elsírom magam. Olyanra is volt a mostanában, például, hogy alig kaptam levegőt, összeestem. Tehát olyan fájdalmak, amiket kiengedek magamból, mert azért én is vágyok egy társra, tehát az ember az társas lény. Úgyhogy azért rossz, de, de mégis van jó része is. És hogyha ha úgy nézzük, akkor nekem még biztos vagyok benne, hogy kell egy kis idő, amit még egyedül kell töltsek, hogy magamat tudjam építeni tényleg egy olyan emberré, aki majd példamutató tud lenni a kisfiának, a kisfiával szembe, illetve az édesanyjával. Uh -huh. Hogyha nőkről van szó, akkor uh, neked mi a fontos a külső vagy a belső? Megmondom mondom hogyha a nőkről van szó, akkor nekem, nekem a a fontos, a be a legfontosabb, a mai napig. A gyerekem anyja, és ez valószínű, hogy ez, ez így is lesz az életem végéig. Te szerelmes vagy belé? Hát ö, nagyon sokat veszekedtem magammal ezen a témán, a napokban, és, és, és mindig arra jutottam ki, mindig az volt a vége, hogy, hogy igen, én még a mai napig szeretem őt. Tiszta szívemből, mivel ő a kisfiamnak az édesanyja. És ő okozta nekem a világon a legnagyobb örömet azzal, hogy kaptam tőle ezt a csodás ajándékot, a Maddoxot. Ezért én nem tudok rá, rá kívülállóként nézni, és ezért is nagyon rossz nekem az, hogy úgy állnak hozzám ők és az egész családja, mint egy idegenhez, hmm. És tökre örülnék annak, hogyha legalább csak egy picit nyitnának felém, és, és én is részt tudnék venni sokkal jobban a medoxnak az életébe. Figyelj, én a fecsót is megmondom neked őszintén, hogy tökre szeretem, nagyon megkedveltem, imádom a közös gyereküket, és szívem szerint nem lenne bofán belerondítani ebbe a kapcsolatban, nem is fogok belerondítani. Hát én nem én... is tudnál belerondítani, sőt, ne legyen ekkor elgond. igen, <laughs> lehet, hogy nem is tudnék belerondítani, sőt, biztos, nem tudom most, hogy, hogy mit tudnék, vagy mit nem, de mondom, imádom, szeretek ő, szeretem őket, én csak annyit szeretnék, hogy hogy azért egy kicsit jobban beleláthassak az életükbe. Tehát azért egy kicsit azért... Jó, az az igen. is engedjenek be. Az is igaz, hogyha mondjuk ö, hasonló helyzetben lennék én, ami, tehát azért viszont nehéz belegondolni ebbe, de hogy hasonló helyzetben lennék, és azt látnám, hogy a, hogy a gyerekemnek a, a, szülőpárja, tehát ugye a, a szülőpárom konkrétan örjön az interneten, a közösségi médiában, én se szívesen engedném hozzá közel a gyereket. Ugye ja, ezt abszolút megértem, de ezen már azért túl vagyunk. Tehát ez, elég régi folyamatok voltak, amik már elég régen le is záróltak. Tehát azért ebből már kinőttünk ebből a gyerekes viselkedésből, én úgy érzem. Tehát ezen a szellemi fejlődésen már túl vagyunk. Tehát most egy másik részén ennek a dolognak. Hát ennek az egymás ócsárolásának meg. Ez most nem ócsárolás, hát most érte szóval, neked bizonyítani kell ahhoz, hogy az valóban hihető legyen, hogy te konkrétan megváltoztál, és nem ilyen, ilyen állapotban vagy, amiket lát rólad a közösségi médiában, mert azok a te közé. Persze, ezt abszolút megértem, azon az úton is vagyok a változás részén, és folyamatosan próbálok is bizonyítani, sőt, még bizonyítok is, de de azért most már szeretném, hogyha ez kicsit azért kicsit jobban felgyorsulna, mert a változásom is egyre inkább gyorsul, viszont az a velük lévő kapcsolatom, az meg nem, az még inkább egyre lassabb, de annak is fel kéne gyorsulnia, legalább a fele annyira, fele akkora ütemre, mint a fejlődésem. Jött a Bea, megszületett a gyermeketek, ezt követően szétmentettek, és te Amerikáig mentél, Amerikáig ott, próbáltál, ott próbáltál kezdeni új életet. Azt mondta, hogy ez nem menekülés volt, hanem tulajdonképpen egy szerencsét, egy, egy tripnek indult, aztán végül egy szerencsét próbáltál volna. Egy ottani lányjal, akit megismertél, megint egy lány jön a képbe, aki, aki a, elcsavarta a fejedet, és te ezt ezek szerint hagytad. Brutális seggel volt, azt csavart el a fejemet. Nagyon komoly popsia volt annak a lánynak, és odaillett, hogy őt jól és megláttam, hogy megint csak el fog tenni És lásd, így is volt. Így is lett. Te teszed magad tönkre, inkább, Amúgy, igen. Igen. inkább ez, a, ez a helyes megfejtés. Te Amerikában, amikor kint éltél, mennyi idő volt te végül is kint? Én Ami össze, összesen... A börtön nélkül időszak úgy gondolom. A börtön nélkül időszak a... az hét hónap volt. Tehát hét hónapot voltál kint úgy, hogy ott, ott éltél tulajdonképpen. Igen. Dolgoztál kint, vagy mit csináltál? De rengeteget dolgoztam, nagyon sokat dolgoztam, és nagyon sokat zülöttem is. Tehát ez a kettő kombináció volt mert ő, ott meg utána, ugye, ugye összejöttem kint egy csajszó, hát nem csak egy csajszival jöttem össze, de rengeteg csajjal összejöttem, tehát ott is csináltam mindenféle hülyeséget. Tehát egyik nap a csajnál laktam, másik nap annál a laktam, tehát ott is kevertem a szálakat. Tojboly voltál? Hát olyasmi, igen. Jó. nem, nem, nem bírtam ki egyáltalán. De várja, ezek olyan lányok voltak, akikkel egyébként elmentél volna a fámból, vagy pedig azért voltál velük, hogy ott tudjál lakni náluk? Amúgy igen, kicsit kihasználtam amúgy őket, mert abból a célból volt, voltam amúgy leginkább velük, hogy ott tudjak lakni náluk. De amúgy nem használtam ki őket, mert kurva sok pénzt kerestem, és mindenbe tökrendesen be beszálltam, fizettem a rezsinek a felét, ami több ezer dollárokat havonta. Prostituálódtál, Ádám? Nem, egyáltalán. Nem, nem. Jó, erre voltam kíváncsi, hogy akkor itt most egy ilyen... Akkor, fú, akkor nagyon sok pénzem lett volna. Tehát, hogyha bevállaltam volna dolgokat, akkor akkor rengeteg pénzem lett volna. Így is volt bőven, mert azért nem vagyok hülye gyerek, de ne, semmi nem csináltam, ami az én kis lelkemnek rosszat tett volna. És Így is mi, ki voltam mi? lelkileg más miatt. Nekem mi hiánya miatt voltam ki. Mi dolgozták kint? Hát figyelj, nagyon sokat dolgoztam építkezésen, építőiparban, komoly mexikói spanyaimmal, meg román barátaimmal, tehát vagyok kurva jól el voltam, nagyon jókat beszélgettünk is, és masszíroztam melegeket. Nagyon-nagyon sok. Volt olyan, hogy egy, hát nap, nem egy. nap... Nem. És köszönöm neked. Nézzétek, <sínsan> meg kell kérdeznem, bocsánat újra. <síns> nem, 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 nem. Mert ő... fiam, nagyon szerettek kint a, a nők is, ugye? És a férfiak is imádtak. Tehát így. Mindenki, mindenki imádott. mindenki odáig volt értem. És akkor egy barátom megkérdezte tőlem, hogy mit bír erre a gyomrod. Mondom, hát miről lenne szó? Masszírozni kéne a férfiakat. Hát ez ebben nagy dolog. Hát most... én nem kell ilyeneket? Nem nem azt mondja, jó, akkor... Ruhában? Nem, de hogy is, hát kellett őket masszírozni. Te is voltál? Volt olyan, volt olyan, hogy én is mesztelen voltam, mert valaki az egy kívánsága volt, és kibaszott túl sok pénzt adott érte. Hát mondom, ha miért ne? Hát persze, akkor... Ha, hogy ne? Hát ez Látta már mindenki, vagy, Látta bár bár mindenki. Az, persze, vagy hogy ne? Persze. Építkezésen dolgoztál és masszíroztál, ezt itt is lehetett volna csinálni. Akkor még nem tudtam ezeket a dolgokat, de nem tudom, engem, engem nagyon sok mindenre egy amerikai ébresztett rá. Tehát én, ott, azért én, én, én ott, ott tényleg beleugrottam a mély vízbe. És ott tényleg ott, ott... de ez jó volt, jól éreztem magam. Nagyon. Ez az volt a legnagyobb tanulság nekem az életemben, az az a hét hónap. Vagy a hét hónap egy év, ugye, mert utána két és fél hónap. Mit tanultál ott Amerikában hét hónap alatt? Hát így a, az, élet, az élni akarást, a, az, hogy van életcélom, és az, hogy tényleg keményen gyűrizni kell, menni kell, olyan dolgokat is néha be kell vállalni, amit nem biztos, hogy szeretnél. De várj, azt mondtad, hogy dolgoztál és zűllöttél, Tehát legalább annyit zűlöttél, mint dolgoztál. Hát sokat zűlöttem, mert közben azért nem voltam kiegyensúlyozott, mert nagyon hiányzott a fiam, nagyon rossz volt a fiam nélkül. És, és fontosan próbáltam őt hívni kamerán keresztül, az voltam úgy nekem a célom, hogy, hogy, hogy annyira össze tudjam kint magamat szedni, hogy Miami-ba béreljek egy nagyon komoly lakást, és, és küldjek repülőjét a gyerekemnek, az anyjának, és a kisfiamnak. Nekem ez, ez, lett volna a célom. Csak hát ez nem így alakult, mert, mert közben voltak külső befolyásoló tényezők, tehát ami, ami miatt én elgyengültem lelkileg, és, és megint a gyengeségem miatt menekültem a sok szarba. De milyen befolyásoló tényezők voltak? Hát például, hogy be a közbe összeért valakivel itthon, közé tett egy olyan... Bírót. De várj, te úgy mentél el itthonról Amerikába, hogy te azt gondoltad, hogyha te elmész, akkor az ugyanott folytatódhat, mint ahol... De hát, figyelj, elmondom neked, hogy ez hogy zajlott. Hogy én mikor elmentem Amerikába, akkor bár nagyon durvározba voltunk, ő utált engem, én ezért menekültem el, mert nem találkozhattam a fiammal. Tehát konkrétan, amikor elmentem Amerikába, én előtte kb. négy hónapig nem láttam a filmet, és semmit nem tudtam róla. Mert ugye bának már volt valaki el, eh? tehát ő valakivel együtt volt. De én, amikor kimentem ugye Amerikába, azért elején azért összeszedtem magam, elkezdtem edzeni, elkezdtem jól kinézni, tényleg volt sok pénzem, és akkor ő egyszerűen csak megkeresett, felvette velem a kapcsolatot. Ugye látta, hogy egyre jobban mennek a dolgaim, és azért mégiscsak azért szeretett ő engem még akkor nagyon, mert azért ennek nem kellett volna ilyen hamar vége lennie, mert ez még az én fasságom miatt volt, mert még nem voltam felnőve a feladathoz. De ott már szerintem érezte azt, meg látta rajtam, hogy kezdek felnőni a feladathoz. Csak aztán ugye kiderült, hogy egy csajnál lakok, és akkor ebből lett egy nagy probléma, de az a csajsz, akinek először laktam vele, nem volt, hozzá nem volt semmi közöm. Ő egy általános iskolás barátom volt, akivel még akkor annó általános iskolában, jó, belefeküdtem, de akkor már nem, mikor ott laktam vele együtt. De viszont a Bea ezt nem. úgy vette eleinte, azt hitte, hogy... Általános iskolában én... lefeküdtél vele? Vagy nem általános, bocsi, mi a hülyeség van, a középiskolában, a középiskolában sok volt, <laughs> Meglepett ugye? volna. Nem, az, Igen. az, az <laughs> meg meg túl fiatal voltam, nem, akkor még nem csináltam ilyeneket. Na szóval, és akkor a Bea azt hitte egyből, hát ő, neki egyből az jött le, hogy mi együtt vagyunk. De nem voltam együtt a Csajszival. De közben, míg a beengem után leofott, te megint letiltott, és gondolom megint szélt valakivel, vagy még mindig volt valaki -e. És akkor viszont e közben én megismerkedtem ennek a lánynak a barátnőjével, és vele viszont már kialakult valami. Annyira irí az ilyen emberekre, akik konkrétan így egyik szerelemből kiszakadva rögtön találnak két hét után egy másikat, aztán megint szerelmesek lesznek valakibe ez szerinted reális? Tehát, hogy te tényleg ennyiszer szerelmes voltál, és ennyiszer kialakult valakivel valami, vagy pedig visszagondolva, ezek rohadtul nem szerelmek voltak, csak olyan fellángolások. Hát így visszagondolva már ezek inkább fellángolások voltak, és amúgy, amúgy mindig, mindig, is a beát szerettem, most így visszagondolva, mindig, mindig rá gondoltam. Tehát akármelyik lányzóval volt bármi dolgom, mindig úgy valójában a beát képzeltem oda. És észre is vettem azt, hogy azért ezekkel a leányzókkal nem úgy bántam, mint a beával. Tehát a beához teljesen másképp álltam hozzá. Igen. igen, mert ő, ő, vele nagyon romantikus voltam. Őt tényleg szerettem, imádtam, csókolgattam, imádtam hozzá bújni vele. Úgy aludtam együtt, hogy összebújva a kis kifli, nagy kifli. Azóta egyik lányom, nem tudtam elérni ezt a dolgot. És volt olyan, hogy hazamentem, hogy futárkodtam abban az időben, amikor, ugye, amikor megszületettem a dox, akkor elmentem futárkodni ugye dolgoztam non-stop, és ö, volt olyan, hogy 12 óra munka után hazamentem, és, és nem aludtam, hanem egész éjszaka csak masszíroztam a beát, míg ő aludt. Tehát ilyen dolgok. És például most az, azóta, akik voltak úgymond mond, kapcsolataim, velük semmiért nem csináltam. És, á, és általában mindenkivel úgy aludtam azóta, hogy, hogy elfordulva a másik irányba. Téged, azt egyszer elmessé, hogy ő, hogy ő a gyermeked anyja lett, Nem pedig egyébként is szerelmes lett? Nem, nem engem az azt egyszer elmessé, hogy bánt velem, hogy de. hozzám állt. Uh -huh. Ahogy óvott, megpróbált mindentől megvédeni, meg ahogy így együttműködtünk, tehát ez tényleg már egymás gondolataiból tudtuk, hogy a másik mit akar csinálni. Uh -huh. De Am persze nagyon durva még hozzájátszik az is, hogy ugye kaptam tőle egy gyönyörű ajándékot, a Medoxot. Mm -hmm. És azért mi így, így hárman, így együtt így nagyon, én ú, 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 úgy emlékszem a mai napig, és úgy tudom csak visszaidézni ezeket a pillanatokat, hogy mi azért nagyon boldogok voltunk. Csak tényleg ez az én hibám volt, ezt én basztam el, mert én nem voltam még úgymond fölnőve a feladathoz. Amerika. Ugye itt már említettük, hogy börtön, és Amerika kapcsolata. Ugye te a kintléted során azt hiszem, hogy három hónapos ugye az ezt, amivel, amivel ki lehet utazni igen. Amerikába, hogyha valaki, valaki ezt követően is kint marad, és nem utazik vissza a, a hazájába, akkor tulajdonképpen illegális bevándorlónak minősül. Pontosan hogy úgy, hogy mondod. És te kint maradtál. Én igen. Én úgy voltam bele, hogy, hogy kint maradok, mert én én, 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 szerettem volna, akkor nagyon nagy bizonyítási kényszer volt bennem a beáék felé. Én tényleg szerettem volna elérni a nagy amerikai álmot, és megmutatni nekik, bebizonyítani, hogy én ezt megcsináltam. És utána tényleg mindenkit kivinni magammal, és akkor... De ezt valaki elvárta tőled, hogy ezt bebizonyítsd? Nem is az, én vártam el magamtól. Nem tudom, mondom, akkor teljesen másképp láttam a világot, akkor más gondolatmenetem volt, másképp fogtam fel a dolgokat. Hogyha itthon nem alapozod meg az életedet, és nem tudsz bizonyítani itthon, hogy te egy jó parti vagy egy család fenntartásához, akkor miért gondolod azt, hogy ez külföldön működőképes lehet? Ja, úgy voltam vele, hogy akkor tényleg teljesen magamra voltam utalva, és és mindent egyedül én magamnak kell elérni. És, és egész, mondom, tényleg egész jól haladtak a dolgok eleinte. Tehát, sőt, inkább ott rázódtam bele, úgymond a, ebbe az élni akarásba, meg ebbe a céltudatos életbe, hogy mit, hogyan kell csinálni, hogy menni kell, gűrizni kell, keresni a pénzt, utána hazamenni, segíteni a családnak. Ez, erre így ott, 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 ezzel így ott, ott szembesültem, úgymond igazán, mert tényleg ott nem tudtam senkire számítani magamon kívül. Sőt, még rajtam kívül három vagy négy ember számított a segítségemre az anyagi segítségemre. Mert ugye ennyi emberrel tartottam úgymond kint a kapcsolatot, akikkel hmm. így együtt mozogtam, akikkel együtt mentem mindenhova, én nagyon sokban segítettem nekik. Tehát én ott, ott, ott valami, teljesen megfordult így a, a, világ. És azóta, amióta onnan hazajöttem, akkor volt, volt megint egy évem, ami, ami szarul sikerült, kicsit vissza kellett rázódjak az itthoni életbe, de ez, ezt meg most kezdem el úgymond így érezni, hogy az így most fog sikerülni, most fog menni. Beszéljünk a börtönről, illetve az kerülésedről. Um, az oké, okay, hogy illegális bevándorló voltál, ugye a három hónapnál további időszakban. Hogy kaptak el, vagy mi történt ott? Ez úgy történt, hogy egy barátom, az egyik legjobb barátommal, a Mátéval ünnepeltünk, mert akkor vettük fel az első közös dalunkat, és pont aznap elmentünk tárgyalni egy ilyen videoklippes céggel, hogy szeretnénk akkor egy nagyobb költségvetésű videoklippet forgatni, tényleg. És... Ez tök jó sikerült ez a beszélgetés, minden tök frankon meg tudtunk velük beszélni, rengeteget sikerült alkudni is az árból, úgyhogy tök, ahhoz képest tök olcsón kiviteleztük volna ezt az egész történetet. És akkor ezt ünnepeltük, berúgtunk, cipődalokat énekeltünk, mert a Mátinak ugye a keresztapukája volt a cipő, mm. Uh -huh. nyugodjék békében a, a cipő. Vagyis akkor, akkor volt egy ilyen külső behatás, hogy ő, láttam, hogy a be azt posztolta, hogy ő egy ilyen gyerekváron van. És én azt hittem, hogy ő terhes valakitől akkor. És, én, és közben nem ő volt a terhes, hanem képzeld el, a Melani volt a terhes, mert ő, ők között, ketten közben jóba lettek, amíg én kimentem Amerikába, ők nagy barátnők lettek, nagyon sokat mászkáltak együtt. És én akkor azt hittem, hogy a Bea valakitől terhes. És akkor én ezt eleinte úgy fogtam fel, hogy ó, oké, akkor őt elvesztettem, akkor lesz egy új családja. És akkor ez így nagyon rosszul érintett hirtelen, mert én tényleg nagyon szerelmes voltam még akkor is belé. És akkor úgy döntöttem, hogy elfogyott pont a cigim, rá akartam gyújtani, hogy kimegyek a benzinkútra, és veszek egy doboz cigit. De hát nagyon részek voltam, beültem a kocsiba, kimentem a benzinkútra, vettem egy, de úgy, hogy itt ő ő mezitláb, egy rövidnadrágba, vettem egy cigit, és annyira idióta voltam, hogy körbenéztem, nem jött sehol senki, átmentem a piroson. De maga, magam mögé nem néztem, hogy ott el mögöttem a rendőr, és ezt az egészet végignézte. És akkor már láttam, hogy Szirénában vajon utánam. Hát akkor GTA, Vice City, tudod, ezt végigvittem egy párszor, és akkor ott voltam ha miami -ben. akkor miért ne? akkor megpróbálok elmenekülni. És miért is a terep a játékból, igen? Ez igen, és ez úgy, úgy, mint a játékban is, nem sikerült. És a következő út, nagyobb kereszteződésnél engem elkaptak, és ráadásul a zsebemben volt még, hogy semmit nem vittem magammal, csak a füvemet. Azt meg minek? Minek vittem magammal? Tehát mindegy, mert így is úgy is elvitt volna. Tehát az csak így, a pont volt az íre. És akkor azonnal vittek be azonnal vittek be. És akkor onnantól kezdve, amiket ott így átéltem, az így amúgy nagyon nagy utazás volt. Amúgy esküszöm neked, ezt is ilyen tök pozitívan fogtam fel, és paszki, rengeteg barátra tettem szert. Sőt, so sőt sokkal több Milyen barátra jó kapcsolatok tettem. lehettek ott a börtönben, még jó barátságok. Hát figyelj, Figyelj, csak mondom, nézem, jön szembe velem a dillerem. Elmondom, de jó, mondom, ezért nem érjön már két hetem, mert mondom, itt van baz meg. Emlékszem, egy ilyen nagyon nagy forma volt, egy -e fekacsávó volt, kicsit hasonlított a tupakra, kopasz volt, és az egyik foga innen hiányzott ez is ballag velem szembot, és itt elmondom. Tudod, egybőzés, ment a spanolás, ő is örült nekem. Aztán esküszöm, jó volt, pozitívan fogtam fel. Csomó cimbor lett. Mennyi idő volt bent? Fia, két és fél hónapot voltam összesen bent, de négy börtönbe. Tehát engem azért szállítgattak innen oda, onnan nem oda, szóval jöttem, mentem. Marancsárga a kezes lábasban? Ah, persze. Igen. Még az újságban is benne voltam, ott a helyi újságban, a népősz magazinba, vagy nem tudom, miben. A hogy bolond magyarok. magyar. Hát, a de, bolond magyar lecsukták. Ja. Igen. A bolond vezető magyar lecsukták. Onnan tudom ezt, hogy a csajszia, akinél akkor laktam, ugye egybe megvette az újságot, és mindenkinek mutogatta, meg édesapámnak is küldte azok. hogy meg megvan Ádám, itt van, lecsukták. Úgyhogy, ja, faszol volt. És akkor ügyvéd, vagy ilyesmi azt adnak a, az állam? Ő, milyen ügyvédet rendeltek ki mellém, hallod? Én nem vittem a szememnek, hogy főleg, hogy ilyen létezik ugye én nagyon sokat gondoltam még ott is a beára, tudod, hát mindig a beára gondoltam, meg a doxra, meg a nagymamámra gondoltam nagyon sokat, meg el, hogy akkor pont, amikor lecsuktak, a nagymamámat meg agyműtéttel műtötték itthon. Mm -hmm. De most gondolj be, hogy nekem az mekkora stressz volt, hogy semmit nem tudok csinálni, ott ülök, az meg a rácsok Egyébként között. Egyébként tudtál volna csinálni semmit, de mindegy, igen. Ha jó, csak azért egy fokkal az jobb érzés lett volna, hogy a a... infot kaptál volna, tudok, igen. vagy ott tudok lenni mellette, közel vagyok hozzájuk, érted? Azért ez nagyon szár volt, ez tényleg amikor tényleg ilyen képtelen az ember mindenre. És a figyelme, mondom, az ügyvéd, egy olyan ügyvédet rendeltek ki mellém, aki ugyanúgy nézett ki, mint a Bea, csak tíz évvel idősebb, és egy ilyen igazi, nagyon komoly, szőkebb, bomba nőtt képzeljél el, aki terhes volt, de nagyon bomba volt, gyönyörű volt. Tehát én, végig, beszéltem, közben beszélt, és ott én ültem, én csak így ámultam, és bámultam, és így, így néztem, és meg se tudtam szólalni. Nagyon komoly volt. Én nem, én nem is gondoltam, én el, hogy mondom, ezt én most itt átélem beszarok, tényleg, mint a filmekbe. Nagyon kemény volt. Mi volt a kaja például? Tehát, hogy milyen volt az ellátás? Fény, a, a, a kaja terén is én azért ügyködtem, mert azért nagyon kevés volt a kaja, kevés adag volt. Úgyhogy én ott is összespanoltam azokkal, akik hozták a kaját, és, és sőt, nem csak, hát sok mindenkivel azért összespanoltam, és mindenkitől kaptam valami kis pluszt. Meg nagyon segítőkészek voltak velem szembe, tudod? Mert nekem nem volt pénzem, a börtönben mert senki nem jött, sem, semmilyen tartozom, nem volt ott. Az akkori csajom, akivel ugye együtt voltam, ő be akart jönni meglátogatni. Hát de viszont nem... kellett volna a börtönbe is, tudod? Ott engem masszíroztak. Ott engem ott lett egy nagyon, nagyon komoly barátom, egy meleg srác úgy, de tiszteletbe tartotta, hogy én nem vagyok az. Viszont Bébinek hívtuk egymást, meg ilyenek, meg tök jól el voltunk, nagyon jó barátok lettünk, Sebastiannak hívták. És ő, ő például, ő fonta a hajamat. Minden héten befonta ilyen nagyon faszára a hajamat. És ő... e, hogy került benne a rag, hogy... Tiség. Hogy került oda -e be? Ő már igen. két és fél éve ott volt. Ez az utolsó börtön volt, ahol vittek. Ez Jacksonville volt, és Jacksonville egy ilyen nagyon komoly börtönbe vittek oda a föld alá. Tényleg az ilyen nagyon... Föld nagy... alá? Hát ilyen olyan, olyas, olyasmi volt. Eldugtak a föld alá, a, Kicsit olyan volt, olyan volt a, a feelingje is. Meg tényleg ott, abban a börtönben tényleg azt éreztem, azt a nagyon bezártság érzetet tudod, amikor, amikor tényleg azt érzed, hogy jó, kajak be vagy zárva, és, és innen aztán nincs menekvés. Tehát voltak olyan, hogy olyan parám volt este, ti voltatok yeah. a vakondok. Ja, mi voltunk a vakondok, igen. És szóval volt egy olyan parám este, hogy ugye este ránk zárták, ugye a cellajtót. Akkor még inkább bezártság érzett. És a csap, az, az folyt. És nem nevították meg. És akkor nekem jöttek azok a hülyébbnél hülyébb gondolatok, tudod, hogy hú, mi van, hogyha reggelre annyi víz fog kifolyni, hogy megtelik, azt itt megfulladunk, nem tudunk kimenni, nem tudunk megszökni. És ilyenek voltak. Hát vakont az, gondol... az eláztatták, látod? Ja. Elárasztották a vakont lyukat, vagy mi az vájatot. Igen. De, de, mondom, hogyha így, így összességében így szemlélem a dolgokat, így összességében nézem, akkor azért egy pozitívan éltem meg ezt is. Hogy jöttél ki, vagy ez csak ennyi idő az elzárás, hogyha valakit így elkapnak? Hát figyelj, ennyi ideig tartotta, gondolom, a papírmunkákat elintézni, meg összeegyeztetni azzal, hogy az emigrációs dolgokat, hogy hát két és fél hónapban. Tehát ugye, két hetet voltam összesen csak miami az emigrációs börtönbe. A többi az rendes börtön volt. És ugye legelőször, tudod, a, ugye az első börtönben voltam az Népőszbe volt, vagyis Imokaliba, onnan szállítottam. Népőzből a Imokaliba, és akkor ugye egy hónapra rá volt a tárgyalásom, addig előzetesben voltam. Ugye meg lett a tárgyalás, de volt opcióm, tehát volt választatási lehetőségem, maradhattam volna kint, de akkor házi őrizet, ellenőriztek volna, blablabla, bla, bla, hasonlók. De viszont én azért nem ezt választottam, mert már nem bírtam a fiam hiánya nélkül, és inkább úgy voltam, volna, hogy azonnal deportáljanak haza, és akkor tíz év tiltás, tíz évig nem Lehet, az is lehetett volna, de és akkor, hogyha ott leülöd a büntetést, akkor utána visszamettél volna bármikor? Igen, visszamehettem volna, és még pluszba még, még megfigyeltek volna, még őrizetbe is kellett volna töltsek hat napot. Tehát nagyon sok kritérium volt, tehát rengeteg dolog volt. Ugye a kocsmákat, meg az ilyen olyan helyeket, ahol, 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 ahol alkoholt árusítanak, azokat kerülnöm kellett volna. Meg hát ilyen. Szörnyű lett volna, hát az hogy bírod ki? De mi is az, meg kibírtam volna, a fiam nélkül nem bírtam volna ki, úgyhogy akkor már tényleg annyira hiányzott, hogy úgy voltam vele, hogy én szeretnék hazamenni, és szeretnék a fiammal együtt lenni. Ugye a, ezek a, a témák, amiről az elején beszélgettünk, hogy te fenyegetőző magadba kifordulva csinálsz különböző sztorikat a, az Instagramra, és hogy ö, vérzik, ha nem tudom, miért beállva ö, beszélsz a, a sztoriba, ezek ö, a hazatérés után következtek. Tehát, hogy neked akkor volt egy mélypontod, volt. amit, amit volt. átéltél, és amiért ö, ismét el lett tőle tiltva a gyermeked. Tehát tulajdonképpen miközben te azért is jöttél haza, hogy a gyermekeddel lehess, valamiért úgy intézted a dolgaidat, hogy tulajdonképpen el legyél továbbra is tiltva tőle. Hát szarul, szarul, intéztem a dolgaimat, nagyon hülyén csináltam mindent. Mondom, a viselkedésem most így visszanézve, az elfogadhatatlan volt. De ez, ez, miért volt akkor? Vagy én értem, hogy megviselt a keresztapukád halála a nagymamádnak az, vagy bármi, ami, ami ilyen családi tragédia, de ezek megtörténnek az emberekkel nap, mint nap, mindenkivel. Mindenki veszíti el a hozzátartozóit, veszíti el a családját, műtik meg a szerettét, tehát hogy, hogy ezek nem kellene, hogy ennyire kiborítsanak téged. Hát de látod, engem mégiscsak ennyire kiborítottak. Valamiért én, így érzelmileg így, 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 így sokkal, sokkal, gyengébb Volt vagyok. Volt tehát a szakembernél, Ádám? Voltam, voltam egy időben szakembernél, és biztos vagyok benne, hogy az is nagyon sokat segített nekem abban, hogy, hogy el tudjam élni azt a szintet, ahol most vagyok jelenleg. Uh -huh. Mert én most úgy vagyok vele, hogy, hogy most tényleg, tényleg azt érzem, hogy, hogy, így, hogy így kezdem visszakapni az önbizalmamat, és tényleg építem magamat folyamatosan, de tényleg ez minden ember meglátszik, tehát a fő, leginkább abból látszik meg, hogy az emberek hogy viszonyulnak hozzám, meg mik a visszajelzések, és most már tényleg azt érzem, hogy egyre több jót kapok és megpróbálok én is szinte csak jót adni. Tehát már így ilyen apró dolgokat is már így elfelejtek, tehát így... Zene. Ugye hazatértél, visszatértél a zenéléshez is, uh -huh. egy kisebb kihagyás után, hogyha ezt jól értettem, vagy jól éreztem a te karrieredben. Uh, készítés készítesz most uh, klasszikabb rap dalokat, mint amit a Golden coast például. Tehát a Golden Coast pop volt, te most rappet csinálsz. Hát én most így, leginkább igen rappet. Hát az a baj, hogy mindenféle, nem, nem tudom ezt így hova bekategorizálni. Én nagyon sokféle stílusban mozgok, épp, ami, épp amilyen kedven van, vagy épp amilyen alapot hallgatok meg. Tehát én nagyon sokféle síkon mozgok ilyen téren. Azt, hogy neked legyen egy nagy áttörésed újra, ahhoz mi hiányzik? Figyelj, megmondom neked őszintén, hogy én már nem gondolok nagyon így erre. Tehát, hogy legyen újra egy nagy áttörés, ami most ezt a zenei dolgot, én ezt. Hát ezt... Jó, egy, egy, egy alkotó ember azért alkot, hogy az ő alkotása, az minél több ember ez eljusson, és minél több ember meghallgassa. Lehet, lehet azt mondani, hogy én nem azért alkotok, hogy ez megtörténjen, meg mondhatod azt, hogy te nem akarsz nagy áttörést, de hát mindenki azért csinálja a dolgait, hogy az népszerű legyen és szeressék. Ne, persze, nem az, hogy nem akarok nagyon nagy áttörést, hanem már nem veszem ezt annyira komolyan. Tehát most imádom a zenét, a zene mindig is az életem része volt, de most inkább úgy vagyok vele, hogy most így megpróbálok így normálisan, rendesen dolgozni, és a zenét csak így örömből, csak így szeretetből mm. csinálom. Jó meg, meg, jó érzésből. Amikor, amikor a szabadidőmet töltöm, akkor, akkor például így adom most ki magamból, meg a zenében menekülök. Tehát most már nem az van, hogy az alkoholba menekülök, és akkor teljesen ki leszek lelkileg, és akkor leszok egy csomó kábítószer, hanem nem, inkább leülök és kiírom magamból. Tehát akkor tulajdonképpen a zene az hobbiként maradt meg az életedben? Tehát, hogy te nem gondolkozol abban, hogy te kvázi repelőadóként járd az országot, és ebből éljél meg? De, de, de megfordult a fejemben, rengetegszer megfordult a fejemben, sőt volt egy olyan időszak, amikor csak ez járt. Azt értem, hogy ez volt a korábbi időszakban ilyen, de hogy most, most érdekel. Mert ahhoz, hogy hogy ezt megvalósuljon, ahhoz valamennyire kell a trend az tehát nem lehet csak hobbiból és csak keftelésből csinálni zenét, hanem valamennyire hozzá kell alkalmazkodni a trendekhez, meg a közönség igényeihez. Persze, Annak kell, hogy bele kell tenni a saját érzelmi világodat, a saját ízlésedet. Persze, ez így is van, de nem tudok én most százszerzelékosan erre koncentrálni, meg ezzel foglalkozni, mert meg is kell éljek valamiből, és ezért kell a normális hétköznapi munkát is csinálnom. Hogy ezeket a dolgokat meg tudjam előbb vagy utóbb valósítani. Tehát azért egy videóklipet azt tudjuk nagyon jól, hogy manapság nem olyan olcsó leforgatni. Mert oké, hogy most a dolgokat megcsináljuk, tök jól összetesszük, de azért ez, ezek mind komolyabb költségek. És azért nekem rengeteget kell dolgozzak. Így már a figyelmem, az nem csak a, a zenére terelődik, hanem már teljesen másra is. Mikről írod a dalaidat egyébként? Hát hogy abszolút csak az életemből merítkezek. Tehát így a, most az elmúlt időben a daloknak a nagy része az inkább ilyen szerelmes dal, aminek szerintem a 85%-a vagy a 95%-a beállnak szól. Igen, de nektek örülök, mert, mert, érted, művész vagyok, és most már így beláttam, hogy nem véletlenül történnek velem ezek a dolgok, ezeknek meg kell velem történnie, hogy ezek a dalok kijöjjenek belőlem. Mert én akkor a legjobban alkotni, mikor ott vagyok lelkileg. És ez tényleg így van. Hát figyelj, minket úgy képzelj el, hogy mint például milyen, hogy összeülünk hárma, mondjuk a Levente, a Burai Krisztián és én, és akkor az egész éjszakát végignyomjuk, végigtáncoljuk egymás mellett, együtt írjuk a dalszövegeket, rákontrázunk egymásnak. Most így azt érzem, hogy most így tök jól kezd kialakulni az a kör, amiben én is jól érzem magam, és az ottani emberek is jól érzik magukat velem. Uh -huh. De mi a hosszú távú cél? Tehát hogy most uh, dolgozol, hogy akkor a klipre legyen pénz, a dalokra legyen pénz, a elkészítésére, kiadására, bármire. Uh, Mit szeretnél csinálni? Most mennyi idős vagy? Én most 33 éves vagyok, és én most jelenlegi pillanatban úgy vagyok ezzel, hogy én nagyon szívesen csinálnám még egy darabig ezt a munkát, mert bejön, tetszik, esküszöm, jól érzem magamat most így, hogy, hogy sofőrködhetek, és nap mm. mint nap. Tényleg nagyon-nagyon jó embereket ismerek meg. És tök jó velük beszélgetni, tök jók ezek az eszmecserék. Nekem ez most így tetszik. És persze mellette tök jó lenne, hogyha a zenei dolgok is így egyre jobban haladnának. De amúgy így is van, tehát most így azt látom, hogy azért egyre jobban mennek, egyre jobban megy körülöttem az életem. És szerintem így van meg a balansz, így, így az összhang, hogy csinálok egy normális hétköznapi munkát is, és mellette megcsinálom az zenei dolgokat is. De ja, csak az embernek azért van valamiféle terve, vagy egy ilyen jövőképe saját magával szemben, nem? Persze, vannak terveim, meg van jövőképem. Szeretnék majd előbb vagy utóbb, minél előbb csak a, a zenei dolgokkal foglalkozni mert meg, 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 úgy ott van a kisfiam is, tehát én, fiam, hogy, erről csak azt mondom, hogy ez teljesen egy zenész család, tehát most már nézd ott van a Bea is, látod, most már ő is zenél, tehát, de ő, ő, mindig is ilyen volt, tehát ő, amikor együtt voltunk, akkor is rengeteget énekelt nekem, és én mindig buzítottam is arra, meg nekem mindig is egy nagyon nagy vágyam volt az, hogy a beával egyszer együtt lépessünk színpadra, és legyen egy csomó közös dalunk. És gondolj bele, hogy ez mekkora öröm lesz majd a, a kisfiamnak, aki szintén is, és konkrétan hat évesen már van saját száma, mert már csináltam neki saját dalt. Oké, okay, tetoválásokról beszélgessünk egy kicsit. Ugye mondod, hogy a, a, a pókhálót, meg a gyémántot, vagy mi az a másik, a homlokod másik felén azt, szeret, azt már. Ez a Joker szimbólum a szemednél, ez marad, vagy pedig ez is megy a kukába? úgy vagyok vele, hogy szerintem a Joker szimbólumot is el fogom tüntetni, mert nem szeretnék egy tetoválásra az arcomon. Egyedül ezt fogom itt meghagyni, ezt a szorít, mert ugye a szorinak azért egy elég komoly jelentése van, tehát a, azért ezt a bocsánatot itt hagyom az arcomon. De ez kinek szól? Hát ez, ez sok mindenkinek szól. Ez nem. azoknak az embereknek szól, akiknek okoztam bármilyen fájdalmat az életem során. A kettős kereszt a magyar címerből, az hogy kerül? Az az ős magyar kereszt, ugye Amerikában éltem, és akkor úgy voltam bele, hogy sose fogom elfelejteni a tartozásomat, meg azt, hogy miféle származású ember vagyok én, és ezért büszkén viselem az arcomon. Az ős magyar régi keresztet. De te ilyen nagy magyar mentalitású vagy, érzelmi világú vagy? Hát persze, figyelj, magyar magyarok vagyunk, úgyhogy igen, abszolút képviselem a magyarokat. Van a egy Orbán Viktor portré. Igen, igen. Van Ez miért került Viktor. fel? Én, 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 nagyon szeretem az Orbán Viktort, megmondom őszintén, hogy én, nem velem, én mindig úgy voltam vele, akármikor mondjuk így bekapcsoltam a tévét, néztem egy előadását, vagy épp egy riportját. De mindig így fölkaptam a fejemet, és így, de jó energiákat érzek. ő felőle. Uh -huh. És ugyanígy vagyok a, mindenkivel így abból a részből. Mint például a Sziátó Péter is egy óriási nagy fazonnak tartom. De minden egyet érdezsz, amit ők csinálnak a politikájukban, meg az országban? Hát én, igen, én, én abszolút, 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 fogom a pártjukat, igen, mindenben egyet értek velük. Hát de mit kívánjak neked a jövőre nézve? Hogy mit kívánj nekem a jövőre nézve? Hát azt kíván nekem a jövőre nézve, hogy maradjak hasonló állapotban, mint amilyenben most vagyok, és, és azért, azért minél, mindig próbáljak napról napra teljesíteni, mint például az előző nap. Ja, akkor én egy kicsit komplexebbet kívánok neked. Azt kell, hogy találd meg a számításaidat, utadat, ami, ami hogyha a sofőrködés, akkor azt fejlesz fel a profi szint rá, ilyen saját applikáció, de saját flottád, de saját csapatod, akivel ezt meg tudod csinálni. Ilyen, ilyenek, ilyen, ilyen, opciók is fordultak már meg a fejemben. Tehát, hogy val valamit csinálja, amit csak a tied. 33 éves korodban szerintem itt az idő ezt hát Most már igen, mi? itt az idő, mint szóval a dolgot, saját kiadott, és saját produceri céget, tök mindegy. Ki van, hogy meg a boldogságot, hogyha beállok akkor beával, hogyha nem beával, akkor mással. Hát ezt majd meglátjuk, hogy majd mit hoz a jövő, mert mondom még egyszer, hogy azért annak ellenére, hogy odáig vagyok még a mai napig a gyerekem anyjáért, azért nem szívesen szednék szét egy olyan családot, mondjuk, akik boldogan megvannak. Mert tényleg tudom, hogy, hogy ugye ott van a Medox, aki egy nagyon nagy összetartó erő köztem és a Bea között, de azért ott van most már az Eliot is, akit úgy szintén imádok, szeretek, egyszerűen csodának tartom azt a gyereket, és én egyszerűen odáig vagyok, mikor azt látom, hogy, hogy a kisfiam hogy csókolgatja a kis ötcsét. És azért, azért nekem van lelkem, van szívem, de azért, azért most nem fogom letagadni, nem fogok hazudni, hogy odáig vagyok a gyerekem anyjáért. Szóval, hogyha vele, akkor vele, hogyha másol akkor mással, akkor azt kívánom, hogy találd meg azt a lányt, akit, akit a bea után magadhoz ölelsz alvás közben, és a alvás közben masszírozod hajnalig. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengő ikonra, hogy az jelezze, hogyha új videó érkezett, nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold like őket, és hogyha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy újabban a TikTokon is.